Egy nemes cél érdekében fogtak össze a tataiak március első hétvégéjén. Ugyanis egy civil megmozdulásnak köszönhetően önkéntes szemétszedésre várták azokat, akiknek fontos környezetük tisztasága. A tavasz beköszöntével gyerekek és felnőttek egyaránt ragadtak kesztyűt és zacskót, hogy az öregtó partja mentén eltüntessék a hanyagul szétszórt hulladékokat. Ez először egy ilyen barátnői kezdeményezésként indult, a barátnőmmel együtt gondoltuk ki ezt az ötletet, hogy igazából ő is szeret szemetet szedni, én is szeretek szemetet szedni, úgy látjuk, hogy eléggé szemetes a város, és sokan nem kellő figyelmet fordítanak a szemét problémára, és ezért úgy gondoltuk, hogy akkor egy ilyen civil kezdeményezés csinálunk, hogy úgy jobban összekovácsolja a tataiakat, vagy a más városból érkezőeket, mert nemrég megtudtam, hogy még oroszlányból is jöttek szemetet szedni, aminek nagyon örülök. Sokkal szebb lesz így a városunk, ugye turista központban vagyunk most, és fontosnak tartjuk, hogy a turisták is szebb környezetet lássanak, és ugye mi is jobban érezzük magunkat. Lényegesnek tartjuk a fenntarthatóságot, a szemét problémának a helyzetét, hogy úgy megoldhatóbb legyen. És ugye nem csak az lenne ennek a lényege, hogy mutogatunk mindig másokra, hogy aj, hát eldobta a szemetet, hát miért így van, hát koszos, hanem szeretnénk is tenni érte, vagyis ellene valamit, és ezért gondoltuk, hogy akkor megcsináljuk, egy jó kis közösséget összekovácsolunk. Mindenki addig marad, ameddig szeretne, mindenki akkor jön, amikor szeretne. A kontaktot próbáljuk ugye tartani azokkal, akik jelezték, hogy itt lennének az eseményen. Elindulnánk igazából innen a Diana szobor felől, elindulnánk hátra a Tamás szikla fele, mert ott eléggé szemetes környék van. Ott körbenézünk, visszafele elindulnánk úgy, hogy a vár irányába, az Albatrosz étterem fele, ami ugye forgalmasabb hely, és hiába vannak kint ugye kukák, hogyha a kuka tele van, akkor a szél ugye kifújja a szemetet, akkor a bokor alá, ha bemegy, akkor onnan meg már nem igazán szedi ki senki, hiába van kuka ürítve akár. Úgyhogy ezt az útvonalat lőttük volna be, hogy ameddig tudunk, eljutunk, aztán meglátjuk. Az összefogás célja sokakat megmozdított, így legközelebb áprilisban is terveznek az esemény szervezői egy várostisztító utat a problémásabb területekre.